Az Attraktor mai adásában repülőgépeket fogunk tesztelni, illetve hát szimulátorokat, mert a mögöttünk látható Highfly-ban ezeket lehet kipróbálni. Két típussal fogunk repülni, egy Boeing 737-essel és egy Airbus A320-assal. Ezek most a legelterjedtebb típusok a világon, körülbelül egyforma méretűek és tudásúak, annak ellenére, hogy elég különböző technikát használnak. A Boeinget a 60-as évek végén kezdték el gyártani, még az Airbus-t 20 éve később, és hát mindkét típusból körülbelül 200-200 darab készült évente, de mivel a Boeing korábbi konstrukció, ezért ebből értelemszerűen több is van. Összesen közel 7000 darab készült eddig belőle, és 1250 darab most is fent repked. És körülbelül 5 másodpercenként felszáll egy, és ha minden jól megy, akkor 5 másodpercenként le is száll egy belőle. De Csaba, és Boeing vagy Boeing? De jó, hogy megkérdezted. Utána néztem, mert a legutóbbi videónk után sok anyázás érkezett, hogy nem Boeingnek, hanem Boeingnak kell mondani a nevét, pedig hát mindkét kiejtés helyes. A cég ugye Amerikában működik, és ott Boeingnak ejtik, viszont a céget létrehozó család eredetileg német származású volt, és még ővel is írták a nevüket Boeingként, csak aztán, amikor az Egyesült Államokba emigráltak, akkor átírták ezt Boeingre, abban bízva, hogy majd helyesen tudják kiejteni a család nevét. Hát ez úgy tűnik, hogy nem teljesen jött be. Lehetne pár szót mondani a hardware-ről, hogy mi az, ami, meg a szoftverről, hogy mi az, ami a szimulátor mögött van? Hát magát, amit a vetítést láttunk, az egy népszerű játékszoftver, ez a Microsoftnak a Flight Simulatora, ezzel elég sokan repülnek. Egyéb kiegészítőket vettünk hozzá, tehát az, hogy ezt kabinból lehessen vezetni, ez az úgynevezett Project Magenta nevezetű által cég gyárt ehhez szoftvereket, és így lehet kabinból vezetni külső gépeket. Hát ezen kívül még jó pár dolog egyszerre fut, amit látjátok a szervereket, hardware-ileg. Maga, ami sok energiát igényel, az maga a vetítés, hogy ezt ki tudja rajzolni. Magát a belső képek kirakásához sima egyszerű asztali PC-k is elhúzzák azt már. Ott ugye nem azonban a hangsúly. És a vetítéshez van milyen speciális hardware van? Vagy mi ez a számítógép, ami... Mondjuk úgy, hogy erősebb a videókártya. Azt lehet tudni, hogy milyen típus ez a videókártya? Attól nem emlékszem. Jó van. Jó napot! Repülőgépet szeretnék vezetni. És melyik technológiát kedveli? A hagyományos kiforrott beváltat, vagy inkább a csúcstechnikás digitálisat? Maradok a beváltnál. Akkor a Boeinget fogja vezetni. Köszönöm. Jó repülést. Nekem meg úgy néz ki, hogy maradt az Airbus. És egy ilyen kabinnak a megépítése az hogyan történik? Hogy vannak elemek, amiket megrendeltek interneten, vagy magatoknak gyártjátok le? Nem, jó pár dolgot meg tudsz venni, ezek kifejezetten USB-vel csatlakozók, tehát a szoftverhez rá lehet dugni ezt a kártyát, te is otthon meg tudod venni, USB-vel hozzákötöd, és akkor gázpultot nem a klaviatúrán nyomkodod, hanem ott van melletted. Mm-hmm. Azt az elvet kövesd, hogy a cold and dark elvet kövesd, tehát amikor sötét van, akkor vagy jó. Ha ég egy lámpa, akkor azzal foglalkozni kell. Sárga lámpa általában sárga lámpa problémát jelent, azzal nem szállunk föl, tehát amíg ég sárga lámpa, ha piros van, az elég nagy gond. A kék, illetve a zöld lámpák, az csak egy visszajelző. ...130 csomó a felszálló speed. Elérjük a 130-at, elkezded elhúzni. Nem rögtön hasra, mert odavágod a gép farkát, hirtelen föl, érzéssel elemelni. Az ott a parlament. De nagyon kicsit rá is borítasz balra, hogy nagyon jönnek az utasok is hadlássák. Fordulunk, ugye nem felejted el húzni az orrát. És egy kicsit bedönteni bátrabban, meg közel lesz a gerlért helyére. Igazából a robot leszállna magától, de kézzel viccesen. Na kezdjünk esőjedni, kezdjünk el, hogy a két piros, két fehér maradjon. Akkor vagy a jó 3 fokos szöppenni fogunk megérkezni. Na most jön a neheze, hogy a beton fölött nagyon kicsit megemelve a hátsó kerékre, a főfutókra érjünk le először. Jó, kicsit még emelt meg, mert most nem baj, ha egy kicsit leszaladunk a főre, nála. Picit emelt meg. Hát csak annyit, hogy ne szálljunk föl, ten. Ott lent a nagyon szép, és leteszed az orrát is. Ennyi az egész.
Kik azok, akik ide jönnek, hogy kipróbálják ezt a szimulátort? Erre konkrétan nem mondanék embertípust, mert mindenféle, tehát korosztálytól és foglalkozástól kezdve mindegyik. Akikre konkrétan számítottunk az elején is, vannak akik egy társaság, aki esténként vagy egész pontosabban naponta repködnek a számítógépen. Interneten keresztül csatlakoznak egymáshoz, tornyot játszanak, irányítják egymást, repülnek. Ők inkább útvonalat szoktak repülni. De abban mi az érdekes, hogy csak száll egyenesen, nem? Azért ott a robotpilótát kezelni kell, rendszereket kezelni kell, toronnyal beszélgetni kell, felprogramozni az egész útvonalat, tehát ott onnan kezdődik a dolog, hogy útvonaltervezés, időjárás letöltés, nem arra mennek, amerre akarnak, hanem szabályos eljárásokat, megközelítéseket és elhagyásokat repülnek le, illetve a torony, amire irányítja őket. Már az Airbusban vagyunk, az európai repülőgépgyártás csúcsában, és megnézzük, hogy mi a különbség a Boeinghez képest. Az Airbusnak a logikája. Nem kell mindent egyesével bekapcsolgatni, mint a Boeingbe, ő ezt elindítja nekünk, és ha valami gáz van, majd ki tudom kapcsolgatni. Mi van egy quick start gomb, vagy micsoda, milyen intézmény? Ez az elv, ez a logika. Kiengedjük a kéziféket, szeretném, ha eddig az állásig feltolnád a gázpultot, mert figyelni, itt kattogni fog. És nyomjon be a piros gombot. Csak toljad. Attaz. Ez a felszálló üzemmód, ezzel kész is vagy. Kezd el emelni. Merre van Budapest? Fölötte vagy. Hát valahol annyit forgolódtál, hogy most fingam sincs, de tartsunk csak balra. Ugye? Én is úgy érzem, hogy ez egy jó irány. Átrepülök a lánchíva alatt. Megküzdém, ha elférne. Már fölötte se vagyunk sokkal. Hát ez azért élménynek nem akármi. Vagyunk egy kicsit 20 fokban a pályához képest, azt ott látom, mindjárt elkapjuk a rádiójelet, és rá fog minket fordítani a keresztbe. Hogy ezek vagyunk mi, és ez itt a pálya, a repcsi vagyunk mi, és arra a fehérre megyünk. Süllyednünk kéne bátrabban, kapsz egy kereket, az majd segít, süllyedjünk bátrabban, mert több a fehér fél. Kicsit emeld meg, hogy a hátsó kerékre tudjunk használni. Nem baj, legalább előbb lent leszünk, mint kell, nem baj. Türelem, most csak engedd el. Engedd el az orrát is, gyönyörű. Tedd el az orrát, most gyere a bal kezeddel ide. Igen? Ezt a kettőt itt húzd fel, ezt a két izét, és hátra az egészet. Egy kész, ennyi az egész. Hát köszönöm szépen. Csodálatos volt. Tök jól ment. Egy ilyen komplex utcnak a felépítése, mondjuk az Airbusnál, az mennyibe kerül a hardware-rel, a belső tér kialakítással, a vetítővel, nagyságrendileg mennyibe kerülhet annyit egy ilyen? Tegyünk, hogy több 10 millió. Tehát a magák a szoftverek, a hivatalos szoftverek, azok irdatlanul drágák. Hát nem beszélve néhány műszerről is. Azt azért érdemes tudni, hogy ezek a gépek már nagyjából maguktól is képesek elrepülni, tehát amint elérik az 1000 lábas magasságot, a pilóták bekapcsolják az autópilótát, és a repülő az végigrepül az előre meghatározott útvonalon, sőt, még leszállni is képes magától, sőt, bizonyos köd esetén nem is szabad manuálisan lerakni a repülőgépeket, hanem a robotra kell hagyni ezt az egész irányítást, és hát útközben azért a pilóták tudnak pihenni is. Persze ez nem jelenti azt, hogy végig lazítanának, hiszen bármikor adódhat bármilyen vészhelyzet, amiből a gép egyszerűen nem tudja kihozni saját magát, úgyhogy a pilóták szeme azért folyamatosan a műszereken van. Most hogy kell ezzel a típussal felszállni? Mert az Airbus-szal álmomban is képes vagyok már, de ezzel mit kell csinálni? Ugyanaz, mint bármelyik repülővel, adj neki sebességet. Igen? Adj neki sebességet és húzd fel a dolgát. Adjak neki sebességet. Ezzel? Csak egyenesen kell menni végül is. Igen. Várj, valamit biztos nem csináltunk, de mi, kellett volna. De nézd, én már repülök. Én nagyon süllyedünk, igen. Dehogy süllyedünk. Nyávák vagytok. Na, most fordulj meg, mert... Fordulok! Annyit már most elmondhatok, hogy... A futópályát nem fogjuk eltalálni. Nézd oda! Csak eljöttünk ide. Húzom én. Adtam neki gáz. Az mindig jó. Most hát úgy van. Nézd oda, nézd. Jó van, na. Akkor most már szépen. Most akkor legúrom az elején. Lehet, hogy oda fogok kocolni egy kicsit. Figyelj! Oda nézd, oda nézd! Majdnem meg van. Meg lesz a... Ó, de most miért emelkedik? Nagyon. Basszus. Veszem ugyan a fülre. Ugyanezt láttuk az Airbusban. Ez ugye rosszat jelent. Na, oké, egy nap alatt két utas szállított és leraktam a földre.
hagyja egy kis sebességet, mert így még Budaörség is órák alatt fogunk csak eljutni az M7-esen. Dávid, lefutunk! Emeld fel! Emeld! Mi ezt pilóták úgy mondjuk, hogy felszállás. Na, gratulálok. Kezdődik. Mindig így kezdődik. Látom, hogy nem érzed ezt a gépet. Én most valami ilyesmire gondoltam. Várjál meg. De miért akart jobbra bedönteni? Zuhanni akarok. Nézd a magasságmérőt. Látod? Na most végre süllyedünk. Hát ez nem éljön. Na, kiadtam a kereket, kiúsztam a fékszárnyat, most már bírja egyedül leszállni. Azt mondja, hogy még mindig rossz felé megyünk. 180, megyünk már le. 160. Jaj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 
átdöglünk is. 40, 20 fel, 30, 27, 24 egy kicsit, de ne annyira, azért tegyük le. Ó, emelkedünk megint. Túl emelted. Levigyem a gépet? Én lerakom. Hogy rákokolt! 20 fel, 20 fel! Azt csinálom. Nagyon cool. Milyen csönd lett, és milyen nyugalom. Mert valószínűleg már egy túlvilágon vagyunk. Erre képes Dávid, ott a föld. Na jó. És alattunk van a reptér. Meg az aréna. Nem foglalkozunk többet az irányban. De legalább a magassággal foglalkozik. Hát a foglalkozatnál. Jó, ez a szervizút. Ez. Én de szeretek leszállni. Ez a kedvencem, csak ragd le a gépet. Sajta? Le. Na, meg lesz a pálya is. Jöjjön. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40. Ja, 5 itt. 20. Oké, nyomjad már lefelé egy kicsit még. 14. Úgy a szép, ha én átlak én felé egy felé. 1, jó. 20 van az órán. Na most kéne átfordítani. Mivel fordítjuk át a tüzőt? A hajtuk a művet. Melyik a tolóerved? Nem egy újjá hát. Ez? Aha. Még húzat át. Áááá! De nem van! Hát lent van a túrlás, egy százal megyünk is, mert mindjárt érkezünk a köki. Kedves utasaim, köszönjük, hogy velünk repültek. Kőbánya Kispesti megállónál vagyunk. Bocsánat, de nem átletettem. Hiába próbáltad Csaba megakadályozni érted, mégis csak nem van.